Elsősorban az újfehértói Fürtösmegyhez kapcsolódóan várták a főzőcsapatok jelentkezését, de szinte bármilyen étellel lehetett nevezni a főzőversenyre. A bográcsokban babgulyás és csülkös pacal is készült, az asztalokra pedig számtalan fajta süteményt és tésztafélét tettek a főzőversenyre benevezett 11 csapat, köztük a lengyelországi testvérváros, Zsarov küldöttei. A látogató és kiállító számot tekintve az idei fesztivál jóval felülmúlta a 2016-ban elindított, hagyományteremtő szándékkal létrehozott első rendezvényt. Nagyon sok kiállítónk van, akár a helyi termékek utcáját megnézzük, akár a kézműves utcát megnézzük, illetve nagyon sok baráti társaság, cég, összeállt csapatok vannak, akik főztek, és olyan gasztronómiai értéke is lett ennek az egész történetnek, hiszen lehetőséget adtunk arra, hogy süteményeket otthon elkészítve behozzanak megmutatni, ami mindenféleképpen a jövőre számára példamutató lehet. Az önkormányzat idén alapította meg az újfehértói termékvédjegyet, amelynek célja, hogy a város lakói a minőségi, helyi őstermelőktől és vállalkozóktól származó termékeket vásárolják és fogyasszák. Ebbe a körbe a Fürtösmegyen kívül bekerült a termelői húsáru, többféle puffasztott termék, a piros paprika és a helyi darált lecsó is. Első alkalommal volt lehetőség azoknak, akik a helyi termék minősítést megkapták termékcsoportonként az önkormányzattól, hogy kiállíthassanak ők is, illetve egyfajta kóstolást is a helyi ízek utcájában megejthettek. Ez szintén osztatlan elismerésre tetszett, és én abban bízom, hogy akik a helyi termék minősítést megkapják, az önkormányzat tud olyan segítséget nyújtani nekik, elsősorban itt a termékeknek a megismertetésében, reklámozásában, aminek meg lesz a termelőknek is a haszna. A fesztiválon a szórakozásnak is fontos szerep jutott. A mazsorettek mellett gyermekprogramokkal és könnyűzenei koncertekkel várták az érdeklődőket Újfehértón.